Megkezdte az őszi fasori munkákat a Várva Kft. Tájékoztatásuk szerint zömében a cegléttáblákon belül várhatók faifhítások, gajazás és fakivágások. Az előzetes ütemezés szerint december 5-éig befejezik a munkát, az időjárás azonban ezt befolyásolhatja, és a kapcsolódó szállítási feladatokat is. A közterületen végzett munkákban a Várvak dolgozói mellett a Pannon Park Forest Kft. Vesz részt. Egyes belvárosi szakaszokon útlezárások várhatók, többnyire bójákkal feltüntetett féloldali lezárásokra lehet számítani, de a ceglédi rendőrség közreműködésével teljes útlezárás is előfordulhat a biztonságos munkavégzés érdekében. A munkák befejezéséig a lakosság türelmét és megértését kérik. Megújul az Rényi utca útburkolata teljes hosszában. Ez egy újabb olyan szakasz a városban, ami önkormányzati forrásból kap új aszfaltréteget. Nemrégiben a Kazinci utcában dolgoztak a szakemberek. Az Rényi utca felújítását is a kopóréteg marásával kezdte a kivitelező, majd új kopóréteget húzott rá. Az aszfaltozással holnapra végeznek, pénteken átadják az utcát a forgalomnak. Idén is lesz Cegléden karácsonyfa díszítő verseny, de a koronavírus járvány miatt most másképp. A Kossuth Művelődési Központ felhívásából kiderül, most is civil szervezetek, alkotócsoportok, munkahelyi közösségek, családok és magánszemélyek jelentkezését várják december 4-éig. A fenyőket a szervezők biztosítják, amit egy napra el lehet vinni és otthon vagy a munkahelyen fel lehet díszíteni, majd le kell adni. A feldíszített fákat a CIP-bank kirakatában állítják majd ki, illetve a Művelődési Központ Facebook oldalán is meg lehet majd nézni őket. December 14-e és 20-a között lesz lehetőség a fákra szavazni. Az eredményhirdetést december 21-én tartják. Minden résztvevő kap oklevelet, a nyertesek pedig tárgyutalomban is részesülnek. A feldíszített fákat rászoruló ceglédi nagycsaládosoknak juttatják el.